Velencei Gyermekotthon műsora varázsolt meg hit hangulatot a Vármegyeháza dísztermébe, a Fejérvár megyei közgyűlés szokásos évvégi ülésének nyitányaként. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözölni. Az előadás végén Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke, karácsonyi csomaggal ajándékozta meg a gyerekeket. A Sárvíztéka alapítvány műsora még tovább fokozta az adventi hangulatot, amely után a közgyűlés tagjai is megajándékozták egymást a karácsony jegyében. Az érdemi munka csak ezután következett, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke ismertette a délelőtt legfontosabb napi rendi pontjait, majd az éves zárási beszámolókkal megkezdődött a közgyűlés. Az önkormányzat egész évben stabilan működött gazdaságilag, minden kötelező feladatot ellátott, sőt nagyon sok fakultatív feladatot valósítottunk meg, kerékpárutak építése, foglalkoztatási paktunk kibővítése, szegényeket segítő kezdeményezések. Köszönöm szépen természetesen a közgyűlési társaimnak és a hivatal munkatársainak is a munkáját. A közgyűlés folytatásaként közmeghallgatás következett, amelyet évente egyszer kötelezően meg kell tartani. Olyan kérdéseket vethetnek fel a lakosok, amely a Vármegyei Önkormányzatnak a működési körébe tartozik, jellemzően településfejlesztési, területfejlesztési kérdések. Ha vannak érdeklődők, várjuk szeretettel a kérdéseket. A közgyűlés elnöke végezetül kellemes készülődést és áldott ünnepeket kívánt a közgyűlés résztvevőinek és mindenki másnak is a közelgő ünnepek kapcsán.